Nem csak Európa, hanem a kéményseprök itt Magyarországon is kongatják a vészharangot. Egyre kevesebben vannak, és azt mondják, hogy náluk a legkisebb hiba is bizony halálhoz vezethet. Itt van velünk Vámos Csaba, a kéményseprok országos szakszervezetének elnöke, a KOSZ elnökét. Köszöntöm a reggeli járatban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt mondták, azt nyilatkozták több sajko, sajtóorgánumban is, hogy tragikus létbizonytalanság uralkodik a kéményseprő szaklában, mert nagyon-nagyon kevesen vannak, a kémények száma ugyan nem nőde vannak, és azokat bizony söpörni meg tisztítani kell. E, azt azért mindenképpen mondják el, hogy hányan vannak most, azt tudjuk, hogy Magyarországon 4,5 millió kémény van. Egyenes arányban vannak a kéményseprők a kémények számával? Hát ez abszolút nem mondható el. Igen, valójában Magyarországon 4,5 millió üzemelő kémény van. Ebből ugye érdemes azért megemlíteni, hogy közel 100 ezer kémény az ami most már jelenleg életveszélyes állapotban ugye üzemel, illetve további 4 olyan kémény van, ami azonnali felújításra szorulna, és ehhez képest ugye, hát jelenleg ugye itt az elmúlt időszak ugye elég bizonytalanságának a, a, következménye gyanánt ugye, egykor 2014-es adatot tudok mondani, egy közel 1400 látta ezt a közszolgáltatást, ez már odáig apadt az a létszám, és most már egy ilyen 8 fő szakmunkás áll csak rendelkezésre. Hova a kéményseprők? Nem is egyszerűséggel elhagyják a pályát, ugye, tehát egy olyan ö, létbizonytalan helyzet uralkodik most már egy új ideje ebbe, a, ebbe az iparágba, hogy ö, azt tudni kell, hogy ugye a kéményseprők nagy többségének ugye van más ö, civil foglalkozása is, és lévén, hogy ugye nem látnak biztos jövőt ugye a, a munkájukba, így ö, nagyon sokan döntenek az hogy inkább más megehetés Jó után néznek. Azt mondjuk, hogy létbizonytalanság, lé és hogy nem látnak biztos jövőt a munkájukban. Mit nem látnak? Miért nem látnak biztos jövőt? Hát a jövőt nem látjuk, ugye amikor valaki ezt a pályát választ, hogy kell egy fogó elhivatottság is, ugye, tehát szeretni is kell ezt a szakmát, de mindannyian talán amikor ide ezt a pályát választottuk, úgy gondoltuk, hogy ez egy, ez egy nyugdíjas állás. Én mondhatom azt, hogy mindedig el is mondható volt, de ugye itt az elmúlt időszakban, ugye 2012-ben egy alkalommal ugye átírták a kémésseplék történetét, ez is már elég komoly problémákat hozott magával, aztán majd ugye most 2015 márciusában benyújtottak egy újabb törvénytervezetet, ami ismételten átírná a a történetét, és hát ebből kifolyólag ugye még egyelőre mindig nem tudjuk, hogy lebegünk, hogy, hogy egyáltalán a jövőbe ki alá fog majd ez a kéményseprés ugye tartozni, meg, meg ö, említették itt ugye a katasztrófavédelmet is, mint ugye később kémén szerver, illetve most már ugye más ö, ö, variációk is előkerültek, ugye négy-öt állami cég esetében de, is. Bocsánat, ne haragudjon, de azért reményeink szerint senki nem úgy választ szakmát, hogy ez egy nyugdíjas állás, bízunk benne, egyáltalán kiből lehet kémén manapság Magyarországon? Hát most ma Magyarországon ugye a kéményseprő szakmunkásképzést szakmunkás képzést ugye tagozaton ö, nem ö, folytatják, ugye, ez egy ö, több száz órás, ö, illetve ebben egy, vagy egy, egy ebben párhuzamosan több száz órás gyakorlati képzést igényli óká OK és képzés. Tehát most jelenleg ö, elvileg bárkiből lehet, aki ugye ö, erre a képzésre ugye ezt a képzést vállalja, illetve természetesen vannak más egyéb feltételei, tehát többek között ugye büntetlen előéletűnek kell lenni az illetőnek, meg hát nyilvánvaló, hogy a, a, azokkal a kommunikációs készséggel, ugye, ö, illetve tehát lakosságban hát viselkedéssel ö, elvileg bárkiből, ha így vesszük. Kivel és vagy kihez és mikor fordultak döntéshozókhoz? Fordultak-e egyáltalán valaki ez a problémáikkal? Hát én úgy gondolom, hogy most már egy kanosszát jártunk lassan, ugye a, talán a legismertebb akciónkról szeretnék egy pár szót szólni. A nyár elején, június 8-án egy békés figyelemfelkeltő akciót szerveztünk a parlament elé, aminek az lett volna a célja, hogy felhívjuk a, a törvényhozók, a jogalkotók figyelmét arra, hogy komoly probléma alakult ki az iparágba, ugye akkor csúcsosodott ki az, hogy ugye egész komoly lett ugye a hagyás mértéke tudunk olyan területre, ahol korábban ugye 35-40 ember látta el a szolgáltatást, már itt csak a töredék áll rendelkezésre az ottani vállalkozásnak, és természetesen a kémény ugye az nem, nem lett kevesebb, sőt ugye egyre inkább az emberek visszaállnak a szilárd tüzelésű kéményekre, ami még inkább ugye leterheté teszi ezt a szakmát és ez az, az alkalommal mi jelezni kívántuk a kormányzat irányába, hogy ez az átalakítás során ilyen problémák merültek fel. Akkor ígéretet kaptunk arra, hogy az őszi parlamenti ülészakba pontot tesznek a, a tervezetnek a végére. Hát szomorúan konstatáljuk, hogy a, a tavaszi gyakorlathoz hasonlóan az őszi ülésszakban is ugye a részletes vita elakadt ugye a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságnál, és ismételten nem tárgyalják a, a tervezetnek a, a mikéntjét. Erre is vissza fogunk térni, viszont nagyon-nagyon a végén vagyunk ennek a beszélgetésnek. Azt azért nem hagyhatom szó nélkül, hogy nagyon sokan arra panaszkodnak, és én is tapasztaltam már otthon. Bejött a kéményseprő, megnézte a kéményt, egy családi házban lakom, megnézte, hogy mit tött -tött, kitoltatta a számlát, és odaadta aztán legutóbb az 1500 forintról szóló számlát, és higgyel nekem, semmit nem csinál. Igen, találkozunk sajnos ezzel a, a lakossági megítéléssel. Én úgy gondolom, hogy valójában most ennek a szakmának a társadalmi megítéltetése az igen-igen negatív. Ezen is nyilván szeretnénk ugye változtatni. Én úgy gondolom, hogy ennek más, mélyebb gyökerek az okai, ezt most nem kívánom itt kifejteni. Én úgy gondolom, hogy, hogy azért, azért mégiscsak egy fontos preventív munkáról van szó, lehet, hogy így érzik a lakosok, de. Kétségtelen, ne hibázzanak, el, hogy... értünk vannak. Így Ennek van. úr, egyelőre köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. Nálunk.